hogyan állt össze az idei Arany János hét programja? Amikor már február elején megkezdődött az ötletelés, mindig az volt a célunk, hogy egy nagyon értékes és tartalmas programot szervezzünk a gyerekeknek, ahol szórakozva tanulnak és tanulva játszhatnak. Tehát mindjárt a mai nap, ahogy fel fog csendülni a himnusz, láthatjátok, hogy felkértük a színjátszókört egy nagyon aranyos népi előadás megtartására. Majd a negyedik órában számomra nagyon fontos vendégek érkeznek, Szekeres Frigyesné, a lánya Szekeres Júlia, és iskolánk tanára, kollégánk Szabó István tanár úr, egy mesemondós, éneklős, nagyon vidám, rendhagyó magyarórát fog tartani az alsó tagozatosoknak, és mindjárt délután táncházba hívjuk a gyerekeket, iskolánk egykori diákja, Deák Fanni vezényletével. Bokoraján Ibolya, Ágakkegyén Marta, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya és a barna selymes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát, hess el innen a kudod, hess el a szarkát. A holnapi nap is nagyon mozgalmas lesz, hiszen felkértük Bánfi Mónikát arra, hogy tartson nekünk egy zenés tornaórát délután a tornateremben, de aznap délután talán a nap egyik nagyon fontos eseménye lesz még, amikor a diákjaink kihívják a tanárokat egy röplabda mérkőzésre. Nagy a csatasor, nagyok a csatakiáltások, várakozva nézünk elébe, hogy most éppen ki fog nyerni. Szerdára már kiküldtük a meghívókat a nyelvészversenyre, ez egy nagyon szép régi hagyomány, és délután pedig lezajlódik még emellett a szavalóverseny. Készen áll a zsűri, készen állnak a gyerekek, felkészültek, és remélem, hogy nagyon szép délután lesz megint a szerdai napon. A csütörtöki nap lesz talán a legmozgalmasabb. 9 órakor várjuk az óvodásokat egy nagyon kedves, aranyos, rövid foglalkozásra, és természetesen díjkiosztás lesz, hiszen a rajzversenyen ők is részt vettek. Csütörtökön délelőtt fogunk sort keríteni még a Magyarország Szeretlek című vetélkedőre. A pirossal fognak mérkőzni a zöldekkel, ahogy ez lenni szokott. Remélem, hogy minden iskoláskorú gyerek ebbe aktívan részt fog venni. Délután pedig cselgáns bemutató, és az alsó tagozatosoknak mennek a kézműves foglalkozások.
A program pénteken az utolsó napon úgy zárul, hogy 13 órakor díjkiosztás, ünnepélyes zárás. Ez azt jelenti, hogy a szavaló versenygyőzteseit, helyezettjeit fogjuk díjazni, a rajzversenyeket és a nyelvészvetélkedőnek a résztvevőit. 13 óra 30-kor pedig meghívtuk a Kis Hétréd zenekart, aki ismeri Lorenzót, vagy ismeri Lőrinc Kálmánt, az nagy örömmel fog részt venni ezen az eseményen. Ez lesz a zárás. Ugyanakkor mindig eszembe jut, hogy ezt a programot hiába szerveztük volna meg, és terveztük volna, hogyha a kollégánk nem állnak mellénk. Nagyon sok munkájuk fekszik ebben a hétben, nagyon sok kitartás és értékes percek, értékes próbák zajlottak eddig is, és külön köszönettel tartozunk az alapítványnak, és természetesen ezáltal a szülőknek, hiszen például a Kis Hétréd zenekart, vagy a díjkiosztón a gyerekek által megkapott ajándékokat alapítványi pénzből vásároljuk, és nagyon hálás vagyok a szülőknek azért, hogy a bálon óriási számmal részt vettek, támogattak minket, és így sikerült egy olyan hetet összehoznunk, aminek a végére a koronát majd a pénteki napon tesszük föl az ő segítségükkel. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és meg fog az valósulni, hogy tényleg játszva tanulunk, és tanulva szórakozunk. Nem csak a diákok, hanem a tanárok, a pedagógusok, az iskola összes dolgozója is, az összes érdeklődő.